Veréssel fenyegette meg a miniszterelnöki kabinettiroda államtitkárát egy jobbikos képviselő. Szilágyi György később bocsánatot kért, amint fogalmazott, Bajer Zsolt stílusú bekiabálásért. A kereszténydemokraták a házbizottság összehívását kezdeményezik az ügyben. Gyereki, úgy nyakon b***lak, hogy leszáll a fejed. Ezt kiabálta be a parlamenti ülésen a jobbikos Szilágyi György. Az ellenzéki politikus még a napirend előtti felszólalások közben fenyegette meg Dömötör Csabát, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkárát, aki épp egy másik jobbikos képviselőnek válaszolt. Ezt a televíziós közvetítésben nem lehetett hallani, azt viszont igen, hogy a felszólalás végén a jobbikos képviselő kiabálni kezd. Köszönöm, hogy meghallgatom. Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő, Szilágyi György képviselő úr. Képviselő úr, de nem a hangversenyteremben van, illetve nem a futballpályánál vagyunk, hanem az országgyűlésben. Szilágyi György nem sokkal később egy közleményben elismerte, hogy veréssel fenyegette meg az államtitkárt. Sajnálatát fejezte ki, amiért a vita hevében, mint fogalmazott, fideszes stílusban szólt vissza. A Szilágyi György képviselőtársam fideszes szokásokkal ellentétben a választópolgároktól bocsánatot kért egy hivatalos közleményben, ezért a fideszes stílusban, Bájer Zsoltos stílusban megfogalmazott mondatáért, persze nem való a parlamentben ilyen kifejezés, nincs vita, nem fogjuk magyarázni, az ilyen értelme magyarázhatatlan. Képviselőtársaim! A Magyarországgyűlés történetében nem ez volt az első fenyegető bekiabálás. Az egyik legemlékezetesebb az azóta már elhunyt fideszes Arnold Sándor 2008-as beszólása volt. A néhai fideszes honatja ellenzéki képviselőként fenyegette meg Iváncsik Imre titkosszolgálati államtitkárt. Arnold Sándor a bekiabálás után pár órával lemondott képviselői mandátumáról. Szilágyi György nem jelezte, hogy hasonló lépésre készül, ám a történtek miatt a kereszténydemokrata Hollik István a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte.